A néhány hónappal ezelőtti állapothoz képest inkább csak szállingóznak az Ukrajnából menekülők a tiszabecsi határátkelőnél. Ritkán látni olyat, hogy a csonka családok gyalogszerrel érkeznek. Sőt, Lőrinc Gusztáv, a település polgármestere arról számolt be, hogy egyre többen térnek vissza Ukrajnába. Ez pedig már a tiszabecsi iskolában kialakított segítségpont, amely a háború kitörése óta gondoskodik az itt átkelőkről. Én, ahogy a határrendészeti kirendeltség vezetővel egyeztettem, és megbeszéltük a bejövő, illetve a kijövő, kimenő forgalmat, az látszik belőle, hogy mennek visszafelé. Tehát vannak olyan személyek, akik visszamennek, akik jönnek, azok persze természetesen többen vannak, de most egyre többen már mennek visszafelé, ez tapasztalható. A polgármester arról számolt be, hogy a Tiszabecsnél átutazó menekültek többsége Ukrajna háborús újtatta városaiból érkezik, és szinte alig vannak, akik igénybe veszik a szálláshelyet, általában rövid pihenés után indulnak tovább. A tornateremben elhelyezett ágyak jelenleg is üresek. Akik Kárpátaljára érkeznek, tehát Odessa, Kijev, egyéb nagyobb város környékéről, azok rengeteget segít a magyar állam is, meg gondolom mások is, nagyon sok élelmiszert viszünk ki, de ott már nagyon sokan vannak, és lehet, hogy ők is azt vállalják, mert munkalehetőség nincs, hogy jönnek és próbálnak a saját sorsukról gondolkodni, de ezt nem hiszem, hogy kárpátaljai magyarok. A kárpátaljai magyarok nagy része ugye az itt dolgozik, vagy Európa valamelyik területén, és nagy részük azok a munkavégzésbe itt is maradtak, tehát azok azóta nem mentek haza. A baptista szeretett szolgálat önkéntesei minden menekült számára meleg ételt biztosítanak, emellett útravalóval is ellátják őket. Ez is ilyen kis, hát májkrémet tudjuk megenni, meg a leves, forró leves, meg a vizet, általában szoktunk meg vizet enni. A gyerekeknek adunk a ivólevet, hát meg a tisztasági csomagunk is van. Ez egy ilyen alapvető. Vécé papír van benne, papírzsebkendő, nedves törlő. A segítségpont tolmácsa megmutatta stábunknak, mit tartalmaznak a csomagok, amelyeket kiosztanak. A tolmács szerint az utóbbi időben, mintha alább hagyott volna az adakozási kedv. Szerintem úgy, hogy valahogy üzelmet az ékület az embereknek. Pedig szükség lenne nagyon, ilyen kis rákcsát, az nagyon szükség lenne. A polgármester hangsúlyozta, rengeteg felajánlást kaptak, amelyekből, mint például a ruhaneműkből vagy a pelenkákból még mindig van készleten bőségesen, azonban a tartós élelmiszerekből kezdenek kifogyni. Korábban nagyon sokan jöttek, nagyon sokan hoztak felajánlásokat. Jelen pillanatban a készleteink úgy állnak, hogy most, amit én tapasztalok, ez egyre ritkább. Tehát nem hoznak felajánlásokat, esetleg hetente jó, ha egy felajánlás érkezik, viszont akik jönnek, azokat mi mindig ellátjuk, mindig itt vannak, főzünk rájuk a konyhába, és most lehet, hogy jó lenne, hogyha ez egy kicsit ez a folyamat növekedne, tehát több felajánlások lennének, de ha nem, akkor is köszönjük, ami előtte volt, mert nagyon összefogott Magyarország, és olyan rengeteg felajánlás érkezett, amit tényleg még soha életünkben nem láttunk. A segítségpontok továbbra is várják a felajánlásokat, legfőképpen a tartós élelmiszereket. Hallott, gyönyörű? Nagyon finom volt.